Megtört a rossz sorozat múlt héten a Makói futballklubnál. Három vereség után tudtak újra nyerni, méghozzá a megyei rivális Tiszavolán ellen. Azon a találkozón magyar György és Nagy-András szállította a gólokat, a játékuk fontos lehet az ülő otthonában is. A Pest megyei csapat negyedik a táblázaton, múlt héten drámai mérkőzést játszottak. A lefújás előtt három perccel még vezettek, ám a 88 és a 90 percben kapott gólokkal 3-2-re kaptak ki a Dunaharaszti otthonában. Az ülő Makó mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Kellemetlen vereséggel kezdték meg az évet az nb 1 ben szereplő sakkozóink. A papíron gyengébb azt csapatától szenvedtek vereséget 6 és fél 5 és A javításra hétvégén kerülhet sor, a Dunaharaszti MTK-hoz utaznak. A vendéglátók ötödikek a 10 csapatos bajnokságban az első játéknapon 6-6-ra végeztek a Tolna megyei Decs csapata ellen. Az ISS Makói SVS-e a hetedik helyet foglalja el a táblázaton, a küzdelemre vasárnap kerül sor. Nincs túl jó helyzetben az elmúlt két év bajnoka a Kontitek Makói Kézilabda Klub. Két forduló után az utolsó előttiek a tabellán. Az első játéknapon kiengedték a kezükből a győzelmet, már öttel is vezettek, ám a vége 25-25 lett a Békés Csaba ellen, míg múlt héten a Martfű otthonában szenvedtek vereséget. Össze kell hát szedni a magát Nagy Zoltán legénységének, a lehetőség adott lesz szombaton, ám nem számíthatnak könnyű találkozóra. A jelenleg lista vezető Pixeged második csapata érkezik Makóra, az első mérkőzésüket hárommal, a másodikat két góllal hozták. A Makó Pixeged 2. szombaton 18 órakor veszi kezdetét. A Marosmenti női kézilabda sportegyesület eddig 100%-os, előbb a tavaly bajnok abonyt, majd a turkevét verték itthon, most hétvégén azonban pihennek. A fordulóban mindössze két mérkőzést rendeznek.